nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service 4+ programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Nevem senki. Azért érdemes odafigyelni rám. Az ország bármely pontján is jár, keresse, vegye, olvassa. Pártoktól, bankoktól független szókimondó heti lap. Nevem senki. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. ...2600 méteres távról, tehát ebben a pillanatban elindul a hat résztvevő még hozzá meglehetősen komótos tempóban. Jól kezdenek az istáló társak, Álom Manó és Seherezádet, mindenki nagyon jól kezd, erősen fogva tündértánc, bent a falon Movito, kívül pedig Y-King és Norberg szaporázás. Szinte egyszerre fognak odaérni az első gáthoz, továbbra is rettenetesen fogottnak tűnik a tempó. Nem igazán akar elmenni, azt gondolom senki sem vezetni, hát valakinek muszáj lesz, tündértánc erősen fogva egyelőre egy minimális előnnyel rendelkezik, de Y-King most már egy picit gyorsít, és úgy tűnik, hogy talán Y-King Adam Smil az, aki magára vállalja ezt a bizonyos vezető pozíciót. Mögöttem mellette Seherezádé, tündértánc, ott van közel Álom Manó, Norberget egyelőre a mezőny közepén tartja, József Parigál, Movito pedig zárja ezt a mini mezőnyt. A harmadik ugráshoz ér most már a társaság, Seherezádé egyelőre ott Y-King mögött a második helyen, de Y-King előnye jó három hosszas Seherezádéval és tündértánccal szemben, aztán jön Movito, jön bent a falon Álom Manó és Norberg, nagyon-nagyon közel egymáshoz mindenki, továbbra sem számít igazán jónak az a tempó, amit kényszerűségből Y-King kell, hogy diktáljon. Y-King tehát vezet, és elsőként fordul majd a túlsó egyenesre. Mögötte arany sapkában Seherezádé, lovasa tűnik fel, Lukás Matuski bent a falon, ott van tündértánc, aztán Álom Manó, Norberg és Movito továbbra is a sor végén, első és utolsó között, nagyjából 8-10-hoz lehet maximum a távolság. Y-King már a túlsó oldalon jár, három osz az előnye, még mindig legalább Seherezádéval szemben. Y-King, Seherezádé, tündértánc, Norberg, Álom Manó, Movitónak pedig most már egy jó 3-4 hosszas a hátránya a masszív bolyjal szemben, amikor most már az ügető átjárót közelíti a társaság, és ezért fokozódik, erősödik az iram, Y-King előnye pedig olvadni látszik Seherezádéval szemben. Mindig remekül tartja magát bent a falon tündértánc, jól mozog Álom Manó, Norbert pedig mindig az ötödik hely környékén, ugye a legutóbbi versenyét megnyerte, de aztán utólag diszkvalifikálták, Norberg most elindul megint, csak úgy, mint legutóbb, és felsétálhat majd a vezető lovak mellé, Movito változatlan a sor végén, néhány hosszas hátrányban. A frontban továbbra is Y-King és Seherezádé kettőse. Mögöttük két hosszal most már Norberg színék kezdenek kibontakozni, Álom Manó jól tartja magát, tündértánc viszont tudjuk, hogy eddig bírta, és megy visszafelé, Movito viszont megkezdi a zárkózást, nem lehetetlen, hogy Movito akár még a dobogóra is fel tud majd állni. Jön most már majd a befutó egyenes. Két ugras van még hátra, és Norberg felsétál a vezetők kettős mellé. Fejfej mellett Y-King, mellette Seherezádé és Norberg, aztán Álom Manó és Movito a sorrend, amikor már a finishben a csapat, és a két favorit úgy tűnik, hogy kezd gyorsítani, és kettők dönthetnek majd a győzelem sorsáról. Y-King van belül, Norberg azonban ott van mellette, ott van még Seherezádé, és ott van Álom Manó, Movito sincs messze. Én most már az utolsó 300 méter, Norberg kívül most már vezet. Norberg vagy Y-King, ez lehet a kérdés. Jön az utolsó ugrás, Norbergnek ez sikerül, és Norberg ezt a verset most már valóban megnyerhet. Y-Kingre próbál Seherezádé rászaladni, Movito is rettenetesen jól zárkózik, csak a helyezésekért alakul ki küzdelem, mert Norberg nagyon-nagyon könnyedén hozza esélyét József Parigállal. Norberg nyeri a krűzus gátverseny, Movito lesz végül kívülről a második, harmadik Y-King, negyedik Seherezádé, ötödik Álom Manó, hatodik tündértánc. A nyúl elindult, és tart, remekül ugrott ki az egész mező, nagyon-nagyon jól kezd Natiri, és jól kezd a Rally, kívül pedig Double Shot, bent a falon pedig Cooper, de megint Rally lehet a leggyorsabb, Rally megint legalább két hosszal a többiek előtt áll, Rally meg fogja nyerni ezt a verset, Natiri lett majd mögötte a második, Rally ismét győz, Rally az első, Natiri a második, Cindy jön be a harmadik helyre, 5-ös, 3-as, 4-es, jön tehát a papírforma, és Rally csak úgy, mint legutóbb, ezúttal is nagyon magabiztos, 100-nál már ő volt elől, és megint legalább két hosszas előnnyel rendelkezik a célban a többiekkel szemben. Három rutinos agár az első három helyen, Rally mögött Natiri lehet a második, Cindy pedig a harmadik helyre érkezik meg.
Rivera Dream ezúttal változott a sekkedvel, aki hibázik. Start elindult a negyedik szupersprint döntője, Rivera Dream kiszállt a startnál, Kairó szám vagy kisasszony győzelme lehet tehát ezzel a péntek estén. Kisasszony csak úgy, mint legutóbb, most is nagyon erősnek tűnik, Kairó szám azon szívósan védekezik, nagyot kell kisasszonynak küzdenie, de megvan a harmadik sikere. Kisasszony nagyjából nyakosszal, de legyűri a remekül mozgó Kairó szánt, és hát hibája révén pedig Rivera Dream nem ér oda a küzdelembe. Kisasszony tehát Korzsi Lászlóval csak úgy, mint két héttel ezelőtt, és csak úgy, mint négy héttel ezelőtt ezúttal is megnyeri a péntek esti szupersprint futamot. Start ez a 2015-ös Dr. Vecseklő József emlékverseny, és hát nagyjából úgy alakul a start, hogy arra lehetett számítani, olyan nincs a leggyorsabb, elmegy vezetni, Orlando Bloom pedig nem tudott elkezdeni a többiekkel, már egy jó 20 méter, sőt talán 30 is a hátránya a mezőnnyel szemben. A vezető olyan nincs mögött, jó egy hosszal másféllel, Nobody színei tűnnek föl, harmadik pozícióban üget Masterpiece, Masterpiece mögött a Night Lady-t látom, Night Lady-nél pedig egy picit lassabb még, Őrangyal, ő zárja a sort. Libasorban rendeződik nagyon-nagyon hamar az egész társaság, és reménytelen helyzetben már most Orlando Bloom, amikor jó 1400 méter van még hátra az idei veseklőiből, ugye két versenyt kell nyernie az összetett győztesének. Az első hídben olyan nincs, a legnagyobb favorit diktálja a tempót, másfél osszal vezet még mindig Nobody-val szemben, amikor kereken egy kör van még hátra a futamból. Masterpiece változatlan a harmadik, Night Lady a negyedik, Őrangyal az ötödik. Relatíve lassultott egy picit a vezető ló, Orlando Bloom pedig utolérni látszik egyelőre a többieket, ki tudja, talán még van némi esély arra, hogy felzárkózzon a frontba. Olyan nincs, Nobody, Masterpiece, Night Lady, Őrangyal, Orlando Bloom, most már utazik egymás mögött a mezőny, csatlakozást talált Orlando Bloom is, az élen azonban a starttól kezdve olyan nincs Fazekas Imrével. Olyan nincs, elsőként fordul a túlsó egyenese, továbbá is Nobody-t, a verseny specialistáját látjuk mögötte, és elsőként tudjuk, hogy Masterpiece-el indít Márton Lajos, és elindul talán majd az igazi verseny, Masterpiece már a második spurban, Night Lady-vel is próbál helyezkedni Hajnal Tibor, Őröngyör is egy kicsit közelebb most már a vezető lovakhoz, változatlan Orlando Bloom zárja a sort, megint csak egy jó 10 méteres a hátránya. A vezető ötössel szemben 600 méter van még hátra, olyan nincs, jár az élen egy hossz az előnye a többiekkel szemben, olyan nincs, bent a falon Nobody, kívül Masterpiece, aztán Night Lady és Őrangyal. Ez a sorrend az utolsó 500 méteren belül, nem dőlt el még semmi, Orlando Bloom megint csak utolérni látszik a többieket, izgalmas finisse van, kilátás elindul, közben kívülről a régen látott 2012-es nyerő Night Lady, és felmegy a vezető, olyan nincs, valamint Masterpiece mellé, olyan nincs mögött Nobody, középen Masterpiece, kívül pedig Night Lady, amikor 150 méter van még hátra a futamból, olyan nincs, most megint próbál gyorsítani egy kicsit és ellépni a többiektől, olyan nincs, Fazekas Imrével begyújtja a rakétákat, 50 méter a célt, úgy tűnik az első hitet, olyan nincs fogja megnyerni, favorit győzelem mögött a specialista Nobody jöhet talán a második helyre, de nem, Night Lady lesz majd a második, ott van Nobody, ott van Őrangyal, de az első hítet olyan nincs nyeri Fazekassal. Start ez a nap negyedik hazai verseny, ez a Tokaj Handicap, egy 2400 méteres futam. Vegyesen indult a csapat, de hibázó lovat nem látok. Padova kezd nagyon gyorsan, mellette pedig napfény színei tűnnek föl. Padova napfény az első két helyen, megvan az első galoppunk is, méghozzá Vernon Bokó hibázik, csak úgy, mint a két utolsó versében Lakatos Csabával, és szűkül ugyan, de el tud menni most már ott ki oldalra, többieket nem akadályozza. Onsz de Májó zárja egyelőre a sort. Előtte üget Jackson Junior, illetve szokás szerint óvatosabban, lassabban kezdő Örs. 30 méteren belül az egész társaság, a vezető pozícióban pedig változatlanul Padova színei látszanak. Padova tehát az első, amikor a túlsó oldal közepe felé jár a mező, nem túlságosan erős az iram. Repetát látom mögött a második helyen, illetve kívülről napfény Rebekül tartja magát, aztán Laluna Comtesz, Jákfa, illetve Utrio Damur, a lovak további sorrendje. A régen látott Jorvik Viki mellé zárkózóban van Onsz de Májó, a sor végén Örs, illetve Jackson Junior. A kanyarhoz érve, talán kívülről Onsz de Májó az, aki egyedülként felvállalja a harmadik pozíciót, meglehetősen korai szakaszában teszi ezt a versenynek, meglátjuk, hogy mennyi erő marad még benne. Kanyarba érve próbál picit feljebb jönni vele Turbut Sándor, egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel. Az élenmenet közben zavartalanul folytatja útját Padova, Nagy Ferenc kettővel. Padova, napfény, Repeta, Leluna Comtesz, Utrio Damur, Jákfa. Ez a sorrend a közvetlen élmezőt illeti. Továbbra is harmadik spúrban kering a többiek mellett Onsz de Májó. Egy kör van még hátra, és talán most lesz majd az a szakasz a versenynek, amikor sikerül fel ügetnie a frontba, közvetlenül Padova mellé fog megérkezni a második kör derekán. Padova, most már Onsz de Májó,
illetve Napfény és Repeta, ők alkotják a közvetlen élmezőt. Ötödik pozícióban Laruna Comptes, hatodikként Ügged Ventafanon, Utrio d'Amour, kívül Jákfa, aztán Jorviki King, illetve a favorizált Őrs, és egyre nehezebb helyzetben Jackson Junior a sor végén. Újabb kanyar tesz most már meg a csapat, változatlanul a startól kezdve Padova diktálja a tempót. Padova mellett most már ott van Onze de Mayo, a harmadik helyen még változatlanul, ott látom Napfény színeit, Ventafalon nagyon-nagyon jól jön még mindig a két győzelem után futó Repeta mögött Laruna Comptes, aztán Jákfa, meglepetése Utrio d'Amour csak a középmezőnyben, mellette Jorviki King, és egyelőre Őrse sem indított még Bénes Áron. 600 méter van még hátra a futamból, Padova mindig a frontban jár, és mintha növelte volna egy kicsit az előnyét a vezető kettős, Padova mellett Onze de Mayo, és kezdenek lemaradozni a többiek, ami meglepetés szintén, hogy Napfény nem nagyon tudja velük tartani a lépést, teljesen elkészül Napfény az erejével. Repeta viszont jól mozog, és Repeta mellett jól tartja magát Laruna Comptes is, a többiek jó 15 méteres hátrányban, Jákpa vezetésével a befutóra fordulva, érik némi meglepetés, mert Padovát egyelőre nem nagyon tudják megközelíteni. Padova mögött Onze de Mayon is mutatkoznak már a fáradtság jelei, próbálna jönni Repeta, próbálja jönni Laruna Comptes, egyikük sem híres igazára befutójáról. Padova még az élen van, Onze de Mayo pedig elugorja magát méghozzá nagyon-nagyon kecsegtető pozícióban. Padova Nagy Ferenc kettővel akár haza is érhet, mögötte Laruna Comptes és Repeta csatáznak a helyezésekért. Padova pedig némi meglepetéssel start célban nyeri a hosszú távú tokaj handicapet. Padova az első, Laruna Comptes mögött Repeta lesz majd a harmadik. Nagyon messziről, nagyon későn indult el Őrs, talán a negyedik hely meg lehet neki. Start. Start ez a 2015-ös Dr. Vecsekő József emlékverseny második hítje, hasonló helyzet, mint az imént. Annyival, hogy itt most Márton Lajos megpróbálja. Megpróbálja elvenni a fajat, olyan nincs tőle, és hogy hát ha ez sikeret jár a számára, olyan nincs, egyelőre belül nem hagyja magát Fazekas, mellette Masterpiece, nagyon-nagyon erős a tempó, úgyhogy Orlandóban sokkal-sokkal messzebb, mint volt két órával ezelőtt a falon, még mindig olyan nincs, mellette Masterpiece, jó 15 méterre követi őket, Nobody, aztán jön Őrangyal, illetve Night Lady, aki most sokkal kevésbé tudott elkezdeni a nagyon gyors startolókkal, és úgy tűnik, hogy Márton Lajos feladta ezt a küzdelmet, és olyan is egyedül marad a frontban. Innentől kezdve megint egy picit talán visszavehet a tempóból, lassít is, olyan is hozza majd a lovakat a második körre az első híd győztese, tehát az élen 1200-zal a cél előtt, mögött egy hosszal jön Masterpiece, további másféle Nobody a harmadik helyen. A folytatásban a negyedik pozícióban látom Őrangyalt, ötödikként pedig Night Lady Ügget és Orlando Bloom, csak úgy, mint két órával ezelőtt, ezúttal is zárja a sort, méghozzá jó 20 méteres hátrányban. Libasorban az egész mezőny, amikor újabb kanyarhoz ér, a vezető olyan nincs, tehát ez élen, mögött a Masterpiece a második pozícióban, Nobody pedig harmadikként Ügget. Negyedik Őrangyal, ötödik Night Lady is a verseny ezen szakaszában a relatíve lassabb tempónak köszönhetően Orlando Bloom is lassan-lassan látótávolságon belül, de nagyon nehéz a helyzet. Őrangyal pedig elindul, hát kérdés, hogy olyan nincsben mennyit vett ki ez a Masterpiece-szel folytatott csata, minden esetre Őrangyallal, most Lakatos Csaba már a második kör felénél felmegy és támadásba lendül. Olyan nincs, Őrangyal, megindul Night Lady bent a falon, Masterpiece, Nobody pedig ott van az ötödik helyen, tehát nagyon közel egymáshoz az öt ló, amikor már az utolsó 500 méter tapossa a mezőny. Olyan nincs előnye, nagyjából nyakhosszas Őrangyallal szemben. Olyan nincs, Őrangyal, Masterpiece kívül a második spórban a második kettes fogat külső tagjaként, Night Lady Ügget, további két ossza pedig ott van még viszonylag közel hozzájuk, Nobody is most egy picit messzebb van, mint az első futamon a befutóra, csak úgy, mint az első hídben. Olyan nincs hozzá a mezőnyt, olyan nincs mellett, ott van Őrangyal bent a falon, Masterpiece, Night Lady fog majd elindulni, amikor 200 méter van még hátra a versenyből, olyan nincs vezet, ez most sokkal nehezebb szülés lesz, mint az előbb, olyan nincs azonban talán tudja védeni a támadásokat, olyan nincs, vagy Őrangyal, vagy kívül Night Lady nagyon jön, Night Lady, de olyan nincs szívósan védekezik, olyan nincs nyeri a második hétet, nem lesz döntő futam, olyan nincs az idei vecseklői győztese, Őrangyal lesz mögötte a második, harmadik Night Lady, negyedik Masterpiece, ötödik helyre jön Nobody, hatodik Orlando Bloom. Start. Start ez a nap utolsó futama, az FND Handicap jól indult, hiba nélkül indult az egész mezőny. A favorit Vamos Kemp középen nagyon erősnek tűnik, próbálja vele ördöghegedűse felvenni a versenyt, de úgy tűnik, hogy Vamos Kemp le fog tudni csukni az egész csapatnak, és a játékosok legnagyobb kedvence most már az élen, sőt elmegy két-három osszal. Ördöghegedűse mögött a szintén favorizált Via Brick színei látszanak a harmadik pozícióban, jól kezdett Amazing Global, közel látszik egyelőre Kiskarcsi is, a vezető hármas pedig próbál picit meglépni, és közülük is a legerősebb Vamos Kemp, aki elég komoly tempóban rohamozott az élen, és próbál távolodni a többiektől. 3-4 hossza mögötte ördöghegedűse a második,
két osztal pedig Villabrica a harmadik helyen, aztán legalább 15 méteres hátránya van már az üldöző bolyt vezető Kiskarcsinak. Kiskarcsi mögött Amazing Global próbál picit feljebb jönni, majd jön Pozsony, Magister és a 3 éves Trencsén most már zárja a sort, amikor 1200 méter van még hátra az FND Handicapből, és Vamos Kemp továbbra is nagyon erős Német Viktóriával, legalább 5 hossz az előnye Ördög Hegedűsével és Villabrickkel szemben nem igazán tudott eddig legalábbis közelebb zárkózni a vezető trióhoz senki. Kiskarcsi vezeti még mindig az üldöző bolyt, Kiskarcsi mögött az 5. helyen Amazing Global, a 6. pozícióban Pozsony, 7. Magiszterüget, a sor végén változatlanul Trencsén. Na most talán egy picit Kiskarcsi közelebb Osonnak, a dobogósokhoz, azonban Vamos Kempnek továbbra is legalább 3-4 hossz az előnye mindenki mással szemben. Vamos Kemp zsinórban 3. győzelmére tör, ez még 700 métert kell megtenni és kibírni. A 2. helyen továbbra is Ördöghegedűse, aztán Villabrica Amazing Global jön egy picit feljebb, Kiskarcsi, Pozsony, Magister Trencsén, túl sokat nem változott a sorrend a verseny középső szakaszában. Vamos Kemp biztos elsőként fordul majd, a befutóra 500 méter van hátra, sőt, talán még növeli is az előnyét, legalább ez most már 10 méter Ördöghegedűse mellett. Ott van most már Villabrica Amazing Global, Kiskarcsi, Pozsony, a lovak további sorrendje, Trencsén pedig úgy tűnik, kiesik a versenyből, mert most már eléggé messze a befutóra fordulva. Vamos Kemp még mindig vezet, Vamos Kemp mögött óriási csatára van kilátása a helyezésekért, de talán még valaki Vamos Kempre is veszélyes lehet. Ki lesz az, vajon Villabrica? Villabrica megpróbál elindulni az utolsó 150 méteren a falon, Ördöghegedűsé közel van. Vamos Kemp elfárad és hibázik. Vamos Kemp hibázik Ördöghegedűsét, ezzel nagyon nehéz helyzetbe hozza, aki szintén elvét néhány lépést. Villabrica most már a frontban. Lakatos nagy napja ez, Villabrica is nyer egy futamot, Amazing Global mögött a második, harmadik lesz Magister, és talán Kiskarcsi jön majd negyedikként a célba. Start, elindult nap első futama, az idősebb Klim Schamberta emlékverseny, a lovasbajnokság első futam ez az indítás után. Bárány felhővet a legjobb startolói Power Slide színeit látom ott az élmezőnyben, de ő most csak harmadik állomőző jön fel a vezető ló mellé, majd Baltic History, Aula, Ice Fee, Pomarosso a további sorrend, Susan pedig jelenleg a mezőny végén. Bárány felhő nagyon-nagyon jó iramot diktál Varga Zoltához. Méltón, mögötte ott van álom műző, aztán hát lemaradva Power Slide legalább egy olyan 6-7 hossza jelen pillanatban, amikor az ügető átjáról az érnek a telivérek. Jól tartja magát Baltic History, mögöttük Aula, Pomarosso, Ice Fee és Susan a további sorrend, amikor a túlsényes végehez közelít a mezőny. Az élen semmi változás, Bárányfelhő még mindig álom műzővel kettesben vezet. Bárányfelhő és álom műző mögött továbbra is 6-7 hosszra leszakadva a többiek Power Slide és Baltic History vezetésével. Mögött érkezik csak majd Pomarosso és Ice Fee, mögöttük Aulát látom, a mezőny pedig változott. Susan zárja, amikor bent vannak már a kanyarban a telivérek, jön az utolsó 800 méter. Bárányfelhő egyre rettenetesen jól mozogott az élen, de a start óta az élen van, úgyhogy lehet, hogy ez a végén visszaüt. Power Slide mindig harmadik, államőző pedig második, Baltic History és Susan, aki Susan próbál följebb jönni, Pomarosso az, aki nagyon jól Gorán Mesetovicsal. Bent vannak a lovak most már a cél egyenesben, jön az utolsó 400 méter. Bárányfelhő mellé fölmegy áloműző. Bárányfelhő áloműző kettőse mellett Pomarosso színei tűnnek fel, Ice Fee most indul még csak Georgievvel, jól jön még mindig Power Slide, valamint Baltic History, amikor a távoszlapoz közelítenek a lovak, nagyon nyíltnak tűnik a verseny, Pomarosso vezet. Pomarosso legkisebb súlyával Mesetovicsal a távoszlopnál most már vezet, két hosszal áloműző mögött a második, Power Slide, valamint Baltic History próbálják még utolérni, 50 méter van még hátra, az élen úgy tűnik, hogy Pomarosso ott tud maradni, bár ő is fárad, hátulról rohamoznak a többiek, Pomarosso nyereti a versenyt, Pomarosso nyeri a nap első futamát, Gorán Mesetovics vezet a lovas bajnokságban, Baltic History és Power Slide volt óriási küzdelemben ott a második helyért, jól fut áloműző lesz a negyedik. Start, elindult az S győző és Sándor emlékverseny handicap, és összesen nagyon jól sikerült indítást láthatunk, de egyelőre még úgy tűnik, hogy senki nem nagyon tud kibontakozni, szinte egy vonalban galoppozik az egész mezőny. Középen azt nézem, hogy Apokalipszis talán, illetve Suhanó színét látom előre, Cassiopeia is kimondotta, jól kezd, de semmi nem dőlt, a szemenfény is jól jött el, illetve az utolsó 600 méterhez közelítve, kívül úgy tűnik, hogy Luckstone az, aki följebb zárkózik. Szemenfény és Suhanó kettőse vezet, mellettük ott van az erősen favorizált Ice Princess, és ott van Cassiopeia, ők alkotják az élmezőnyt, mögöttük Glenda. Suhanó elég könnyen megy el egyelőre a többiektől, Suhanó 350 a vége előtt vezet. Suhanó most vezet, Suhanó az élen van egy-két hosszal, mögötte Cassiopeia, aztán Ice Princess a további sorrend, a távolszobhoz közelítenek a telivérek, és Suhanó tudja tartani az előnyét. Suhanó visszatérve egyenes pályára, úgy tűnik, hogy újra a régi, és Suhanó magabiztosan tartja a többieket, óriási küzdelem a helyezésekért, Szabátó is jön följebb, Szabátónak meg lehet még a dobogó, Suhanó viszont magabiztosan nyer, Suhanó nyeri a verseny, Glenda fut egy óriási, ő jön fel végül ugye másodiknak, és Szabátó lehet majd a harmadik, Suhanó tehát az első.
Start, elindult a Gutai János emlékverseny, és az indítás után Bóbita megy el vezetni. Bóbita mögött Tenószínét látom, ott van Hédi jó pozíció, majd Vivaldi Genesis, a mezőny végén pedig a szürke. Dr. Timotej, mikor kijöttek a lovak, most már a kanyarból 1400 méterrel a vége előtt. Bóbita előnye egy hossz Hédivel szemben. Bóbita, Hédi kettőse mögött két hosszal érkezik Tenó, aztán közvetlenül mögöttük Genesis, Dr. Timotej, Vivaldi sorrendben galopoznak a telivérek, 1200-al a vége előtt, Bóbita még mindig magabiztosan vezet egy hosszal, Bóbita és Hédi kettőse mögött, harmadik még mindig Tenó, Genesis, Vivaldi följött az ötödik helyre, Dr. Timotej jelen pillanatban a mezőny végén, de igazándiból nincs messze, nincs kiszakadva. Bóbita továbbra is magabiztosan vezet, mikor a túlsínes végéhez közelítenek a lovak. Az utolsó 1000 méteren belül vannak, már Bóbitával megpróbál lovasat gyorsítani. Hédit lerázza magáról, másfél hossza hátránya Hédinek. Hátulról Tenó próbál följebb jönni, jól zárkózik még Genesis, valamint Vivaldi és Dr. Timotej. Bóbita nagyon-nagyon megnyomta az elmúlt 200 métert, ez kicsit szétrántotta a mezőny. Jönnek lassan a befutóra a telivérek, az utolsó 600 méteren belül vannak a lovak. Az élen semmi változás, Bóbita vezet. Bóbita, Hédi, Tenó, Genesis, Vivaldi és Dr. Timotej. Ez a sorrend, amikor megérkezik a mezőny a célegyenesbe az utolsó 400 méteren belül. Az élen változás, Bóbita belül támad Tenó. Tenó nagyon jól zárkozik belül a falon. Bóbita mellé fölmegy, Hédi is jól jön Varga Zoltánnal. Hátulról Genesis próbál zárkozni, ott van Vivaldi, Dr. Timotej még mindig a mezőny végén. Amikor a távolstophoz érnek a lovak, valamint nagyon jól jön még Hédi, mellette Tenó. Tenó és Hédi páros versenyét láthatjuk. Belül Tenó, kívül Hédi, Hédi és Tenó, Tenó és Hédi, Hédi és Tenó. Semmi nem dölt el, az utolsó métereken fog talán csak Tenó vagy Hédi, Tenó visszaveri a támadást, vagy jő Hédi a végén. Tenó vagy Hédi, Tenó, Hédi és Bóbita. Óriási verseny, megint egy újabb hatalmas célfotó a győzelemért. Start, elindult a Keszthelyi István emlékverseny. Gyöngyös szépen ugrott ki, kicsit gyengében. Ő van a mezőny végén, de ő is nagyon közel a többiekhez. Elég nehezen kap lábra, jól jön el viszont Michelin, és ő vezet Jetset Jones-szal. Michelin, Jetset Jones, kettős emlékezett Prince Angelo, Billy Tiger a további sorrend. Rafael Santi Gyöngyös szépen pokolfajzat a további sorrend. Amikor átmentek a lovak az ügető átjáron, hát egy ló van messze kiszakadva, Jet Öklém, aki nagyon gyenge jött el, véletlenül kicsit megkésett az indításnál, amikor a lovak túlsényes végén vannak, és továbbra is vezet Michelin. Michelin az első nagyon jó irányban diktált, Jetset Jones, Prince Angelo, mögöttük érkezik Billy Tiger, Gyöngyös szépen, és Rafael Santi. Nagyon erős az iram Michelinnek köszönhetően. Michelin egészen örül tempóban megy egyelőre a pályán, amikor az utolsó 600 méteren belül érnek lovak. Jetset Jones könnyen jön mögött, a második pozícióban Prince Angelo érkezik a harmadik helyen. Aztán a két favorit Gyöngyös szépen és Rafael Santi szinte fejt galopoznak Billy Tigerrel. Pokolfajzat van kiszakadva 3-4 hosszal és a megkésett Jet Acclaim. Amikor bejönnek a lovak, most már a célegyenesben 400-al a vége előtt vezet Michelin mellette Jetset Jones. Michelin, Jetset Jones. Most jön Gyöngyös szépen, most jön Rafael Santi, Prince Angelo is még remekül tartja magát, amikor a távozóhoz érnek a lovak. Jetset Jones az élen van, a középen megtámadja őt Prince Angelo. Prince Angelo átveszi vezetést és alig, ha nem megnyereti a versenyt. Jön Rafael Santi, pokolfajzat pedig jön a világ végéről. Pokolfajzat nagyon messziről jön Prince Angelo, talán most már nem fogja utolérni. Prince Angelo nyeri a futamot, pokolfajzat második, Rafael Santi harmadik. Aztán Jetset Jones, Michelin és Billy Tiger a további sorrend. Start, elindult az amatőr. Ujjjjj, nagy favorit Kumis, de gyengén jön ki Drexler Virginiának, elszállnak. Szerintem a győzelmi esélyei rettenetesen ezen. Ván szorgott szinte ki a startgépből, amikor nagyjából 1200 méter a hátra Mafumo szokásához híven viszont kilőtt, és ő vezet. Mafumo az első mögötte Banda vezér. Mafumo, Banda vezér kettőse mögött a harmadik pozícióban Szarkaláb, aztán Berkény a további sorrend. Matrix hátról Kumis próbál följebb jönni. Most fogja talán majd utolérni, egyelőre még csak Maximum Joy, de nagyon-nagyon messze az eleje. Amikor nagyjából 1000 méter van még hátra a frontnak, Mafumo Toronyi Zsanette mindig vezet. Mafumónak az előnye legalább egy 10-12 hosszra tehető. Mafumo az első mögötte Banda vezér, Szarkaláb, aztán érkezik Berkenye, Kumis jön följebb, rendegeteket ledolgozott már, de még így is elég messze van az elejétől. Mindenesetre kérdés, hogy Mafumo kibírja 1400 méteren keresztül ezt az őrült iramot, amivel behozza a lovakat a cél egyenesbe. Az utolsó 400 méter következik lassan, Mafumo vezet. Mafumo az első mögött, ott van Banda vezér, Szarkaláb, most már zárkózik Kumis, belül Berkenye, de hát tudjuk, hogy Kumisnak legalább egy 50-60 métert kellett ledolgoznia. Az utolsó 300-hoz érve Mafumo mindenesetre mindig az
élen van. Mafumo vezet belül, támadja Berkenye, középen Banda vezér, hátulról időközben elindult Maximum Joy, nagy lendület, amikor a távozhoz közelítenek a lovak. Mafumo még mindig vezet, Maximum Joy jön a legfrissebben, Maximum Joy talán, vagy Berkenye, Berkenye most már vezet, Berkenye, Maximum Joy vagy Banda vezér, Maximum Joy vagy Berkenye, Berkenye vagy Maximum Joy vagy Berkenye, Maximum Joy, Berkenye, Banda vezér, Kumisz és Mafumo. Kedves nézőink, Janek Géz emlékverseny, start elindult, ebben a pillanatban nagyon gyorsan beállt a mezőny, a kis mezőny, és egyre remekül együtt az egész társaság nagy kígyó színét látom, Invisible Beat is természetesen jól kezdett pirkadatkor kelő szokásához híven ott van a közvetlen mezőnyben, és hát Frockhouse-zal sincs semmi gond, ő is jól kezd, Meteorit egy kicsit gyengébben, de hát ő a végén szokott majd nagyon hajrázni. A többiek szinte teljesen egy vonalban galopoznak, amikor most már a 800-as táblát hagyták el a telivérek, az élen Invisible Bead, illetve mellette Nagy Kígyó, Invisible Bead, Pakfer, ők vannak az élen, Invisible Bead van legelőrébb, ez biztos, pirkadatkor kelő, Meteorit jön följebb, jól tartja magát Frockhouse is, én azt gondolom továbbra is, hogy teljesen nyílt a futam, bármi lehet az idei Janekben, és a 3 éves Pakfer egyelőre nagyon-nagyon jól mozog, lehet, hogy nem véletlen, hogy ő sprintbe erőltetik. Amikor 300 méter a hátra, Pakfer a 3 éves vezet, a távozva, Pakfer mindig az élen van, Meteorit azonban most érkezik, Nagy Kígyó belül a végén fog majd véletlenül támadni az utolsó 200 méteren belül. Pakfer még mindig az élen van, jön Meteorit, jön Nagy Kígyó, Pakfer, Meteorit, Nagy Kígyó, Pakfer, Meteorit, vagy Nagy Kígyó, Meteorit, vagy Pakfer, Pakfer, vagy Meteorit, Meteorit, vagy Pakfer, Meteorit, vagy Pakfer, Meteorit, vagy Pakfer, Pakfer! Meteorit, Nagy Kígyó, visszaveri a támadást, Pakfer, hát micsoda remek 3 éves sprinter van születőben.